Értékes iratokkal, családi levelekkel, köztük egy 17. századi oklevéllel is gazdagodott idén a levéltár. Minden évben vannak felajánlók, akik gyarapítják a gyűjteményt. Idén is kétnapos konferenciával, nemzetközi vendégekkel, előadásokkal, filmvetítéssel és kiállítással várták az érdeklődőket a levéltári napokon. Az idei helytörténeti pályázaton lehetett írni a 20. századi háborúkról, traumákról, személyes élményekről. Nagyon érdekes és nagyon értékes munkákat kaptunk, nagyon sok a helytörténet, a településtörténet, de van egyesülettörténet, amit érdemes kiemelni, egyháztörténet, ami nagyon kiváló munka, tehát nagyon széles palettája van a pályamunkáknak. A nagy háború kutatásért közhasznú alapítvány az első világháború történetét kutatja. Az alapítvány elhozta fotókiállítását, és vezet egy blogot, amelyben szintén az első világháborúval foglalkozik. A konferencián az isonzói és doberdói eseményekről tartottak előadást. Nyáron volt egy utunk júliusban, az Isonzó Express, ahol 500 utassal voltunk innen a helyszínen, és mindannyian valamilyen szinten érintettek voltak. És hát ők annyi új történetet, annyi élmény, dokumentumot mutattak nekünk, ami azt bizonyítja, hogy még nagyon sok minden van, ami lappang személyeknél, kisebb-nagyobb gyűjteményekben, tehát még bőven van mit föltárni, kutatni, közreadni, megismertetni a közvéleményen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárnak több közös projektje van a Kárpátaljai levéltárral. Szeretnék a külhoni adatjegyzéket lefordítani, ezáltal a magyar kutatók is hozzáférhetnének a levéltári anyagokhoz, valamint a kárpátaljai okleveleket és az anyakönyveket is digitalizálva a virtuális levéltárba hazahozni. A nemzetközi konferencia holnap Szolyván folytatódik, ahol a Málenki robot áldozatainak emlékparkjában emléktáblát lepleznek le.